Sokan azt gondolják, hogy mivel én vagyok a Viva arca, ezért mindent én csinálok a Vivában, és én vagyok a rendező, az operatőr, a szerkesztő, a marketinges, a PR-os és minden, nem. Tehát innen üzenem mindenkinek, hogy én nem tudom senkinek a klipjét elintézni, hogy játssza Viva, semmi hasonló, tehát én műsorvezető vagyok. Pizza King. 0-80-999-999. Nagyon sokadik Viva Comet következik, és hát a mellettem Iszak Eszti, neked ez hanyadik műsorvezetésed lesz? Bocsánat, van egy szöszmösz a mikrofonon, és így nem bírom a szöszmöszöket. Nekem most ez a negyedik sajtótájékoztató volt, és a negyedik Comet lesz idén. És idén kapsz már műsorvezető társat is? Érzem az iróniát. Azt hiszem, hogy erre nem nagyon tudok mit mondani. Én Sanyival nagyon jól éreztem magam tavaly is a színpadon, tehát nagyon vicces figura, meg én csípem, tehát hogy én szerintem jó. Ezt, hogy mennyire megírt szövegeket kell nektek mondani, vagy azért szabadjára vagytok ereszte, hiszen műsorvezetők vagytok? Hát fél, ez nem ettől függ, tehát aki csinált már élő műsort, az tudja, hogy most olyan nincs, hogy 100%-ig szabadon. Mi majd így elbeszélgetünk, mert hogy ott ez tévében is megy élőben, tehát ott tartani kell a reklámok miatt a műsoridőt, ha nem is másodpercre pontosan, de pár másodperces csúszással nekünk tartani kell. Tehát emiatt fontos, hogy nagyjából tudják, hogy mit fogunk mondani, és mikor zárjuk le, és mi a végszó, hogy ránk indítsák a reklámot. Tehát azért elég sok minden olyan szöveg, amit fontos, hogy elmondjunk egyébként az a díjátadók miatt is, meg az előadók miatt is. Na most itt te képviseled a Viva TV-t, szóval azért tőled kérdezem, miért erőlteti a Comet minden évben az arénát, a 12.000-es arénát, hiszen ugye aki ott van, látja, hogy elvészve alul van néhány ember, míg mondjuk a Simát, az könnyebb megtölteni 2000 emberrel, és hát gondolom optikailag jobban is mutat. Hát figyelj, sokan azt gondolják, hogy mivel én vagyok a Viva arca, ezért mindent én csinálok a Vivában, és én vagyok a rendező, az operatőr, a szerkesztő, a marketinges, a PR-os és minden, nem. Tehát innen üzenem mindenkinek, hogy én nem tudom senkinek a klipjét elintézni, hogy játssza Viva, semmi hasonló, tehát én műsorvezető vagyok, az illetékes kellene erről megkérdezni. Jó van, ki lesz a sztár vendég, a külföldi sztár vendég? Látjuk már idén Justin Bieber? Erről még nem beszélhetek, ez hamarosan a heteken belül ki fog derülni, hogy ki lesz az idei sztár vendég. Tudjátok már? Nem, mi sem tudjuk még pontosan, hogy ki lesz. Ez heteken belül kiderül, hát nyilván az illetékesek tudják, de hát ugye mi csak apró porszemek vagyunk a gépezetben. Van ezt, és végezetül ugye most nagy baby boom van itt a sztárok körében. Ugye tudjuk, hogy te is egy gyönyörű eljegyzési gyűrűt kaptál. Neked esetleg fog kerekedni a pocid, vagy most azért tetted ki, hogy lássuk, hogy nem? Hát most nem tudom, mire célzol, mert szerintem még nincsen annak nyoma, de most a nők ezek mindent megjegyzik, úgyhogy köszönöm szépen az antibókot. Nem, mi még nem tervezzük egyelőre a babát. Nagyon jól el vagyunk egymással, hát nem sietetünk semmit, fiatalok vagyunk.